Thank you.
amelyek a 19. században ebben a műfajban keletkeztek erre a méretű apparátusra. Elsőként a talán kevéssé ismert Joseph Suk alkotása következik, az ő szerenágyának a nyitó tételét fogjuk előadni, amelyben gyönyörűséges, végtelen dallamokat figyelhetünk meg. Külön érdekes, hogy ebben a korban, hogy nem mindig már az első negyedüljé, hanem a többi szólamé is nagyon sok esetben a dallam, és folyamatszerűen át-át adják egymásnak a vezető szerepet, míg az előző szólam, amely dallamot játszott, kísérté alakul. Nagyon különlegesek lesznek ebben a dallamban a harmóniai fordulatok. Ezeken a pontokon, ahol valami izgalmas akkordikai történés van, oda két csöpp szerző általában egy-egy szélesítés. A zene nyelvén szólva pokori tempó, tehát egy kicsi olyan fajta lassítás, amely teret lehetőséget ad arra, hogy érzékeljünk ezeket a különleges mozzanatokat. El kell mondanom még erről a Joseph Sukról, hogy kiváló megegyűs és komponista volt, és nem másnál, mint nagy Dvorzsáknál tanult, a prágai konzervatóriumban, őtőle sajátított el a zeneszerzés fordulóit. Sőt, több kapcsolatuk olyan nagyszerű volt, hogy még egy családi reláció is létrejött, Dvorzsák lányát vette a feleségül. Ez nekünk azért is érdekes, mert itt a műsorunkban szerepel majd Dvorzsákét Dvorzsák szerenágya is, és érdekes lesz felfedezni, hogy vajon ez a szukmester mit tanulhatott tanárától. A szukművet követően pedig Edvard Elgár, az angol romantikus komponistának a szintén 1892-ben keletkezett szerenágyából idézünk, ugyancsak az első tétel, ez egy mozgalmas rögzene lesz, táncos lejtéssel, és nagyon érdekes lesz megfigyelni, hogy a közép részében majd a Boldoni Nán által megszólaltatott hegedű szólók változnak a teljes útti nagy melódiájúval. Következik tehát Suk, aztán Elgár szerenágyának nyitó tétel. Thank you.
akinek az Édul hangnemű vonos szerenádjából az első és a harmadik tétel szeretnénk most megidézni. Az első tételnek a különlegessége, hogy valóban nagyon hasonló ihletből fakad, mint amit aztán később ugye a növendék szuk is használ, de már is érdekes eltérés az, hogy a szekúzónak már mindig van a fő témát, a brácsaszónak kisé, és a szekunda majd a bordónka fog felállni. És már is felhívnám arra nagyon érdekes dologra a kedves közönség figyelmét, hogy romantikus szerzők mennyire szertelágozva használták a vonószenekart, míg a korábbi századokban inkább prim, szekund, brácsa és basszus szólamról beszélhetünk, addig itt ezeknek a vonós szerenádoknak az esetében nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy akár egyetlen szólamokban is többféle módon játszanak a muzsikusok, ketté vagy akár három felé ágoznak a szólamok, itt is majd konzekvensen figyelhetjük, hogy az első pult cselistáknak egész más dolga van sokszor, mint a második pultban ülő muzsikusoknak, ahol nem is beszélve, hogy a bődő ebben a korszakban már abszolút önálló életet él, és nagyon sokszor egyéni funkciót lát el. Nos tehát ennek az első tételnek az indulásánál majd így a belső szólamok téma adogatásával ezt érdemes figyelni, és ebből a gondolati csírából jön ki a prim szólam nagyívű dallama. Lesz egy ritmikusabb, energikusabb középész, aztán visszatér ez a nagy daluló terület ennek a fő témának a felidézése. A második kétel hangzó részlet pedig a scherzo lesz. A szó jelentésének megfelelően valóban tele van zenei tréfával az indítás, egy nagyon elementárisan virtuóz anyag, sok-sok érdekes hangsúllyal, váratlan impulzussal, de mint ahogyan a szerenádoknál lenni szokott, egy ilyen testű eleven tétel is újból és újból átadja magát a nagy éneklésnek a képtelen. Thank you.
Thank you.
intézi a vonós szerenádját, a célzóban induló és befejeződő Csajkoszki vonós szerenádot. Ennek második válsz és negyedik finálé tételét fogunk most előadni. Ugye a keringő Csajkoszkinál egy nagyon-nagyon népszerű műfaj, éppen imént az ifjúsági vonószerek előadásában, úgyhogy a Diótörőből a Virágkeringőt hallottuk, de hát több balettzenét is komponált a mester, és vannak, akik úgy tartják, hogy ez a vonós szerenád is igazából a balettek egyike, mert annyira sok táncos elem található benne. Itt a válsz esetén, majd figyeljék meg, hogy a téma egy nagyon színes felütéssel elindítja a melódiát, a többiek csak színesítik, tartatják a hangzást, de aztán ugyanez a melódia előjön majd a második kerületben, Borgonkában, miközben virtuóz szövegírásokat játszik majd az első hegedű, illetve minden ilyen keringőnek van egy más karakterű középrésze, itt erre majd az lesz jellemző, hogy a prim és a szekund szóla ilyen kis szkercángószerű, rövid hangokból álló motivummal felelget. Aztán amikor tovatunik ez a valcer, valóban olyan, hogy a semmire elszáll, elhalkul, és a zenének a lendülete megmarad, de a dinamikája elfogy, és így egyszer csak vége szakad ennek a keringőnek, és következik majd az állóképpel. Ennek a bevezetője személy szerint az én egyik kedvencem, mert hogy egészen fantasztikus, talán olyasmit tudnánk elképzelni, mint az ébredésnek a pillanata, amikor az első fénysugár megjelenik, hegedűn tartanak egy magas hangot, abba belejönnek a brácsák, és aztán elindul egy orosz népdal, és a másik különlegesség, hogy ennek a lassú vezetőnek a folyamán kicsit úgy érezhetjük magunkat, mintha a szerző alkotó asztal közelében lenne, mert hogy itt folyamatosan a kezek között keletkezik a zárótétel javát kitevő gyors rész fő témája. Elindul egészen lassan, csak egy gondolat, és várunk, hogy mi bontakozik ki ebből. Megtorpan ez a lassan vezető, és egyszer csak elindul ez a nagyon-nagyon intenzív, ritmikus, pergő, virtuóz rész, ez az orosz tánc, ami végigsöpör az egész ételen, és aztán a mű legvégén pedig bekövetkezik az a pompázatos, ünnepélyes lezárás, amivel kapcsolatban javaslom, hogy ismerkedjenek meg a teljes művel, mert hogy maga a darab is, a most el nem játszott első tétel is éppen ezzel a zenével kezdődik, amivel keretbe foglalja ezt a vonós szerenádot Csajkoszki. Következzék tehát a Divertimento kamarazenekar tolmácsolásában a válsz és a finálé tétel Csajkoszki vonós szerenádot. Thank you.